Orbán Viktor a Kossuth Rádió vendégeként úgy fogalmazott. Szeretné, ha visszatérne az emberek élete a normális kerékvágásba, de még nem meri azt mondani, hogy lazítsanak. Véleménye szerint Budapesten előbb vagy utóbb szigorítani kell majd a szabályokon a fertőzések nagy száma miatt nem fogjuk tudni elkerülni, hogy Budapestre sajátos szabályokat léptessünk életbe, illetve a főpolgármester sajátos szabályokat léptessen életbe. A fertőzéseknek mintegy 60%-a Budapesten van, budapest Pest megye pedig együtt kiadja a fertőzések 80%-át. Teljesen nyilvánvaló, hogy egy kis ezres lélekszámú faluban nem ugyanazok az intézkedések logikusak, mint a fertőzés 80%-át adó Budapesten, ahol egyébként a tömegközlekedés is egy veszélyforrás. Orbán Viktor hangsúlyozta, úgy számol, hogy a járvány csúcsa még előttük van. Az igazán nehéz szakasz most jön. A következő napokban a megbetegedések számának nagyobb ütemű emelkedésére lehet számítani. Nekünk arra van szükségünk, hogy a legrosszabb esetre készülve legyen 8 ezer működő lélegeztető készülékünk, és legyen több mint 30 ezer ágyunk, amelyen kizárólag koronavírusos fertőzötteket tudunk ápolni. A magyar miniszterelnök szerint, mire belépnek a tömeges fertőzés időszakába, meg lesznek a kórházi ágyak, a lélegeztetőgépek és az azokat kezelni képes egészségügyi dolgozók is.